Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. 4 napos rendezvénysorozattal nyitotta meg kapuit idén a Sóstói Múzeumfalu. A programok a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódtak. Erről is szó esik ma este, de nézzük a teljes kínálatot. Utazási kiállítás. Budapesten mutatkozott be a megye. Kapunyitás. 4 napos rendezvénnyel indított a Sóstói Múzeumfalu. Hulladékért virágot. Idén is meghirdette akcióját az EAC Nonprofit Kft. Egy héttel ezelőtt rendezték a fővárosban a budapesti utazási kiállítást, amelyen immár hagyományosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is megjelent egy impozáns standdal. Meghívást kaptak az eseményre a kárpátaljai partnerek is, de ők a háború miatt nem tudtak jelen lenni. Ennek ellenére sikerült bemutatni a megye idei kínálatát. Vendégünk Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mekkora múltra tekint vissza maga a kiállítás, illetve az a folyamat, amióta a megye önállóan is bemutatkozik ezen a kiállításon? Több mint 10 éves múltra tekint vissza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelenléte különböző formákban az utazás kiállításon, és nagyon örülünk annak, hogy most is ott tudtunk lenni, bár úgy terveztük, hogy Kárpátaljával közösen leszünk jelen, illetve Vásárosnaménnyel egy közös standdal, de a háború közben szólt is, így Kárpátalját csak úgymond lélekbe tudtuk képviselni, de mindenképpen szerettük volna azt a folyamatot tartani, amelyet elindítottunk már jó pár évvel ezelőtt, és örülünk annak, hogy a megye meg tudta mutatni azért a szépségeit, nem csak itt a környéken, hanem azért Budapesten, a Hungexpo területén is, amely nagyon komoly lehetőséget ad nekünk arra, és úgy gondolom, hogy nagyon komoly akár marketing lehetőségek, akár kapcsolatépítési lehetőségek rejlenek az utazás kiállításban, és van lehetőség arra, hogy a célközönséget úgy tudjuk elérni, hogy egy picit érdekesebbé tudjuk tenni azokat a látnivalókat, amelyeket mi úgy gondolunk, hogy mindenképpen meg kell tudnunk mutatni. És nagyon reméljük, hogy jövőre kárpátaljai partnerek is teljes erővel jelen tudnak lenni a következő kiállításon. Ez az elmúlt 10 év, és ahogyan készülnek évről évre erre a kiállításra, valószínűleg egy jó lenyomata is a megye turisztikai fejlődésének. Mi az, ami látszik ebből? Mi az irány, amerre halad a megye turizmusa? Az, hogy jó az irány, az abból is látszik, hogyha egy picit visszatekintünk az utazás kiállításra, hogy mind Nyíregyháza, mind pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye volt már díszvendége az utazás kiállításnak, és volt díszvendége Kárpátalja is. És ezért szerettük volna azt a folyamatot tartani, amelyet elkezdtünk, és ennek nagyon komoly segítséget nyújtottak azok az infrastrukturális beruházások, amelyek megvalósultak, akár Nyíregyházán, akár a megye más településein, Kisvárdán, Vásárosnaményben is még sorolhatnánk, amelyek mind-mind azt a célt szolgálták, hogy a turisztikai beruházások azok olyan segítséget, olyan lendületet adjanak az ágazatnak, amelyel sikerül egy minőségi javulást is elérni. Ez a minőségi javulás pedig azért nagyon fontos, mert egyre inkább nő az igény, a látogatók igénye, ők egy olyan minőségi szolgáltatást szeretnének kapni, amelyet párhol megkapnak az országban, és hogyha ide látogatnak, akkor ők erre mindenképpen, ezt mindenképpen megkapják itt, hál' Istennek már, hiszen azok a fejlesztések, amelyek megvalósultak, akár mondjuk, hogyha Nyíregyházán Sóstót nézzük, vagy akár megye más településeit is, vannak már olyan magas szintű infrastrukturális beruházások, amelyek ezt az igényt, ezt a szolgáltatás iránti igényt már ki tudják elégíteni. Itt elsősorban szálloda és vendéglátásra gondol? Abszolút így van, tehát a szálloda, a vendéglátás, illetve azok a különböző egyéb gasztronómiai szolgáltatások, amelyek minőségében úgy gondolom, hogy abszolút el kell érjék azt a nívót, amelyet kitűzünk magunk elé. Mik a legfontosabb turisztikai célpontok a megyében, akár tematikában, akár helyszínben? Az utazás kiállításon is pontosan ezt szerettük volna megmutatni, tehát szerettünk volna egy olyan tematikus lehetőséget biztosítani az odalátogatóknak, amellyel, hogyha valaki mondjuk a gasztronómia iránt érdeklődik, akkor azt is megtalálja, hogyha valaki egyébként mondjuk egy kulturális örökséghez kötődik inkább, vagy egy épített örökséghez, akkor arra is legyen lehetősége. Tehát ezekben nagyon sokat segítenek azok a tematikus útvonalak, amelyek már működnek a megyében, és vannak olyanok is természetesen, amelyek most indulnak majd el. A működők között,
hogyha ki kell emelni egyet, akkor például a középkori templomok útját azt mindenképpen meg kell említeni, hiszen az valóban arra a kulturális épített örökségre alapul, amely úgy gondolom, hogy egyedülálló, nem csak Magyarországon, hanem akár Európában is. És emellett természetesen van, aki a gasztronómia iránt fogékony inkább, ezért nekünk meg kell tudni mutatni azokat az értékeinket, és itt azért a megyei értéktárat is alapul vettük, amelyek úgy gondolom, hogy tényleg egyedülállóak, és itt ízvilágában, mondjuk akár, hogyha a pálinkákra koncentrálunk, vagy akár a szilvalekvárra, vagy akár azokra a gyümölcseinkre, amelyekből én úgy gondolom, hogy rengeteg kiváló minőségű termék készül már most is, akkor úgy gondolom, hogy jó úton járunk, és ezeket mind szerettük volna megmutatni. Aki a standra ellátogatott, ott meg is kóstolhatta, akár mondjuk egy szilvalekváros sütemény formájában azokat az ízeket, amelyeket a Berekben, vásárosnaményban készítettek. Ők ugye szeretik úgy apostrofálni magukat, hogy a Berek szíve, és ők nagy hangsúlyt fektetnek arra is, akár a Turinform iroda, akár vásárosnamény, hogy a Bereget azt a kárpátaljai területekkel egyként értelmezzék, hiszen nem lehet külön választani, még hogyha egy határ elválaszt is bennünket, hiszen a kulturális értékeink és azok az örökségeink, amelyek jellemzőek mindkét térségre, azok összekötik ezt a két térséget. Például a gasztronómiai turizmus leginkább fesztiválok köré szerveződik, vagy megvannak már azok a vendéglátó vagy szálláshelyek, ahol ezek bármikor elérhetőek, akár egy család számára is? Ez ketté választható, hiszen van, aki éppen mondjuk egy fesztivál kedvéért jön le ide Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, de azért megvan már az a bejáratott vendégkör, amely a különböző szálláshelyekhez kötődik. És itt nyugodtan meg lehet említeni azokat a kisebb szálláshelyeket is, amelyek kis településeken, akár Tivadaron, Tarpán, Szatmár-Csekén működnek, ott megvannak már azok a vendégkörök, akik kifejezetten azért mennek le évről évre, és hozzák magukkal a barátokat, ismerősöket, mert ott olyan ízeket, olyan fogadtatást és olyan ellátást kapnak, amely azt hiszem, hogy egyedülálló, és erre nekünk büszkének kell lennünk. Mert itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében én úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly erőforrás a fejlesztéseken túl és a különböző lehetőségeinken túl, amelyek adottak. Az az emberi erőforrás, ez most csúnya szóval kifejezve, vagy inkább azt mondom, az az emberséges fogadtatás, amely pontosan a pontosan a vendég szeretetére és a vendég ellátására vonatkozik. Ez pótolhatatlan, és ezt nem lehet tanulni sehol, ez itt erre a térségre jellemző, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly erőforrása a megyénknek. Említette a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár kincseit és elemeit. Ezek köré tudnak-e egy-egy komplex turisztikai attrakciót kínálni a vendégeknek, vagy ezek még azért folyamatosan alakulnak? Ez mindenképpen célunk, hogy ezt megtegyük, és úgy gondolom, hogy erre nagyon komoly lehetőséget fog majd adni azt, hogy a Sóstói Múzeum faluból megvalósul majd egy olyan kiállítás, egy állandó kiállítás, amely bemutatja a megye értékeit egy helyen, interaktív módon, tapinthatóan, érzékelhetően, ízlelhetően, és én bízom benne, hogy ez a beruházás is majd segít bennünket abban, hogy azon az úton el tudjunk indulni, hogy a megye értékeit akár tematikusan, akár az értéktárra alapozva, akár tényleg a színvonalas vendéglátásra alapozva úgy tudjuk bemutatni majd, hogy ne csak azok lejjék benne örömöket, akik ide látogatnak, hanem tovább is vigyék majd a megyének a jó hírét, és minél többen jöjjenek majd ide Nyíregyházára és környékére, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Én úgy gondolom, hogy ez a folyamat ez nagyon jó úton halad, hiszen hogyha csak a szálláshelyeket nézzük, és az itt töltött vendégészakákat, akkor láthatjuk azt, hogy szinte 100%-on vannak a foglalások. Ez minket mindenképpen arra sarkal, hogy még inkább minőségi szolgáltatásokba gondolkozzunk, és így erősítsük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusát. Nem beszéltünk még a megye természeti szépségeiről és vonzerejéről. Mekkora szelete ez a megyei turizmusnak, akár egy vízi turizmus, vagy esetleg lovas turizmus, a Felső-Tisza gyönyörű érintetlen tájak? Hát ez egy nagyon komoly lehetőség, és egy nagyon komoly erőforrása a megyének, és nagyon örülünk annak is, hogy erre is vannak már különböző tematikus úti célok, hiszen hogyha az aktív turizmusról beszélünk, akár ebbe beletartozik ugye a különböző jármódokból, akár a vízi, akár a kerékpáros, akár a gyalogos turizmus, és ezekre mind-mind van lehetőség, hogy ilyen tematikus útvonalakat ki a saját belátása, illetve a saját kedve szerint kialakítson akár magának, vagy vannak természetesen olyan tematikus útvonalak is, amelyeket már lehet választani különböző szervezeteken keresztül, akik
egy komplex szolgáltatást nyújtva, ebbe bele kell érteni természetesen a szállást is, az ellátást is, és magát azt a turisztikai látnivalót is, amelyet meg be akar járni majd a vendég. Ezekre már mind-mind van lehetőség, és nagyon örülünk annak, hogy tényleg egyre több olyan aktív turizmussal foglalkozó szervezet van, illetve aktív turizmushoz kötődő célpont van a megyében, amely ezt a minőségi színvonalat ezt elérni. Hogy állunk a falusi turizmus tekintetében, ami egy klasszikus vendéglátás, akár a falusi munkálatok bemutatásával és a helyi ételek fogyasztásával? Mennyire erősebben ez a megye? Egyre erősebb, én úgy gondolom. Ugye ennek azért már nagyon komoly hagyományai vannak, hiszen akár hogyha a Szatmár-Beregi vidékre gondolunk, akkor ott tényleg évtizedek óta megvannak azok a falusi szálláshelyekhez és a falusi turizmushoz kötődő szolgáltatások, amelyek tényleg magas színvonalúak is biztosítják a vendégek igényeit, de ebben is van előrelépés, hiszen rengeteg olyan vendégház épült az utóbbi időben is, amely én úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly színvonalat jelent, és maga a gasztronómia az pedig, amiköré szerveződik a falusi turizmus, hiszen azt hiszem, hogy ez a leginciklandozóbb formája talán a turizmusnak itt Szabolcs-Szatmár-Beleg megyében, az pedig egy olyan alapot és olyan garanciát szolgáltat arra, hogy a vendég jól fogja érezni magát, hogy nyugodtak lehetünk afelől, hogy ez a turisztikának ez az ágazata is nagyon komoly szerepet és jelentőséget fog itt Szabolcs-Szatmár-Beleg megyében képviselni. Megvan ennek az emberi erőforrás háttere, hogy ilyen csúnya kifejezéssel éljek? Tehát van elég olyan ember a megyében, aki szeretne és szívvel szeretne ezzel foglalkozni? Igen, én úgy gondolom, hogy van, sőt, inkább azt mondom, hogy egyre többen vannak, hiszen azért a jó példa ragadós, vannak nagyon jó gyakorlatok, és vannak követők, akik akár, sőt, kiemelném a fiatalabbakat is, hogyha egy példát mondhatok, például Tarpán ott, a Tarpai hegyen is egy olyan borászat alakult egy fiatal házas pár révén, amely szinte egyedülálló itt a megyében. Ezek mind-mind olyan előrelépések és olyan kis alapjai a megyei turizmusnak, amelyekre biztán építhetünk a jövőben. Kapnak-e segítséget ezek a fiatal vállalkozók? Természetesen, hiszen akár turisztikai ágazatban vannak olyan pályázatok, és a későbbiekben is lesznek, amelyek ilyen segítséget nyújthatnak, akár gazdaság, akár vállalkozásfejlesztési szempontból, akár turizmusfejlesztési szempontból. Én úgy gondolom, hogy ez a közeljövőben is elérhető lesz, és emellett pedig az a szakmai háttér is megvan, amely akár mondjuk a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség részéről mindig elérhető számukra, és ez a támogatás, én úgy gondolom, hogy mind-mind segítség ahhoz, hogy előre tudjanak lépni ebben az ágazatban. Alelnök úr, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk itt ma este. Én köszönöm. 4 napos rendezvénysorozattal nyitotta meg kapuit idén a Sóstói Múzeum falu. A család minden tagját várták programokkal a hosszú hétvégén. Kindru Szemese járt a Múzeum faluban. Huszárok vonulnak a Sóstói Múzeum faluban. A skanzen rendhagyó módon korábban, március közepén nyitotta meg kapuit. A 4 napos programsorozat pedig természetesen az 1848-49-es szabadságharc hagyományait idézte. A Kisvárdai Huszárbandérium Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 2017 óta ápolja a lovas katonai tradíciókat. Kifejezetten a katonai hagyományőrzés céljából jött létre az Egyesület. Lovas hagyományokat ápolunk és őrzünk. A 48-as szabadságharc forradalomnak az eseményeit próbáljuk hitelesen visszaadni, de azóta már többféle korszakot is megpróbálunk így átölelni, ami a lovas hagyományokat illeti. Lovas nemzet vagyunk, úgyhogy ezáltal egy hatalmas kulturális örökségnek vagyunk a továbbadói, továbbvivői. Mi megpróbálunk ennek technikailag is és tudásba is megfelelni. Hát ugye az ismereteinket, azokat folyamatosan tudjuk bővíteni. Hála a Teremtőnek, nagyon sok forrás áll rendelkezésre, nem csak a 48-as szabadságharcról és annak a lovas hagyományairól és eseményeiről, hanem az összes történelmi korszakot már szépen föl lehet göngyölíteni. Nagyon jó történész leírások vannak, amiket mi is előszeretettel szoktunk kiindulásnak és alapnak használni. Felszereléseinket is igyekszünk folyamatosan bővíteni, ugye az adott történelmi
mostani korszaknak megfelelően. Ugye mi azt a hitet valljuk, hogy addig nem jelenünk meg, amíg nem tudunk hitelesen megjelenni, egy adott történelmi korszakra értem ezt természetesen, és hát ugye a lovastudást is folyamatosan fejleszteni kell. Hát ugye mivel állatokkal dolgozunk, azért ez nyilván nem egy egyszerű dolog, tehát itt tényleg fel kell készülni a lovasoknak minden eshetőségre. Ugye itt a jelen programok alapján is civilek közé, programgyanánt gyerkőcök közé megyünk be, úgyhogy a tömeghez és a lovakhoz való megfelelő bánásmódot azt meg kell tanulni. Mi a jellegzetessége ennek a viseletnek? Hát ami rajtam látható huszár egyenruha, ez a 11-es számú székely huszár határőr ezrednek az egyenruhája. Ez egy tiszti egyenruha, de nyilván van közhuszáros közöttünk. Ez a egység egyébként határvédelemre volt berendezkedve Székelyföldön, jelenlegi Székelyföldön. Ugye mi is azért választottuk ezt az egyenruhát, mert most a Csonkaországban mi vagyunk a legközelebb itt a keleti határcsücsökhöz, és hát ezért esett erre konkrétan a választásunk, de van hasonló egyenruhát viselő, illetve hát ugyanezt az egyenruhát viselő beregi hagyományőrző huszár bandérium, és a közös munka érdekében ugye így nyilván mi is szebben is összetettebben, egységesebben tudunk megjelenni, hogyha együtt közösen tudunk dolgozni. Laikus számára leírva milyen darabjai vannak ennek a viseletnek? Egy komplett védelmi rendszerről van szó, tehát azon kívül, hogy nagyon látványos, nagyon dekoratív, és ugye női szíveket megdobogtató látvány egy huszár felöltözve, de ettől függetlenül komoly stratégiai szerepe is volt egy ilyen viselet kialakulásának. A sújtások mindegyike fémszálas zsinórozással készült, tehát ezeknek védelmi szerepük is volt, kardvágásoktól, karcsapásoktól tudta megóvni a viselet. Előjét. A panyókára vetett mentét is többnyire a bal kéznek a védelmére használták, ugye a jobb kézből vívott a huszár, bal kézzel irányította a lovát, és a combon elhelyezkedő sújtásoknak is az volt a szerepe, hogy azokat a létfontosságú ereket védelmezze helyek közben, mert azért na hát gyakorlatban nem biztos, hogy ez pont azt a funkciót ellátta, de optikailag is és kiindulásnak is ez volt a fő cél. Milyen lovas hagyományok, amiket most itt meg tudnak mutatni a közönségnek? Ugye a huszárságnak van egy nagyon statikus formai megjelenítése, ami az együttmozgásnak a dinamizmusát méltóképpen tudja bemutatni. Tehát a huszár karüsszel ez egy nagyon látványos lovas egység együttmozgását jelenti. Ugye ez a nyugati iskolázottsági, lovas iskolázottsági formák alapján összerakott együttmozgást jelenti, ami egyébként nagyon fontos, hogy működjön a csatatéren is. De ugyanakkor van a huszár virtus, ami mindennek ellent mond, tehát tulajdonképpen pont ezt a rendszert rúgja föl, és az egyéni probléma megoldásra, virtusra és vérmérsékletre bízza azt, hogy egy adott feladatot hogyan old meg önállóan a huszár. Emiatt nem tudták igazából ővelük a komoly, regulális haderők felvenni a harcot, mert egyszerűen mindennek ellent mondtak, de nem parancsmegtagadásról beszélek, hanem annyira improvizatíve tudták irányítani a hadmozgásokat, hogy egyszerűen a beszögletesedett statikai hadviselés ezt nem tudta sehogy lekezelni. És hát ugye sorra nyerték a kisebb ütközeteket. A Kisvárdai Egyesület a viselet és a lovas mozgások mellett a huszárok fegyverzetét is bemutatta a látogatóknak. A huszárságról beszélünk, ugye lovas alakulatról van szó. A huszárság alap fegyverzete az a szúró és vágó fegyverzet volt, elsősorban a huszár szabja. Ugye a nevében is benne van, hogy ez az ősi kard vagy szórófegyver, vágófegyvernek a formája, ez a szabja formára épül, tehát mindenképpen egy íves, egy fokéllel, gyakran fokéllel ellátott vágófegyverről van szó, ami a védelmi szempontból is ki van dolgozva, tehát egy ilyen kosaras kézvédelmet is ellát használat közben. A huszárnak ez volt a fő fegyverzete, és ezt hát mesterien kellett, hogy tudja használni. Nyilván, hogyha olyan helyzetbe került a huszár, akkor másfajta fegyverzeti támogatást is kénytelen volt ezügybe használni. Ugye a zsinórzat, ami a
a szabján is szerepel, az azt a célt szolgálta, hogy a csuklóra rá lehetett erősíteni, ezáltal ahol nem fordulhatott elő az, hogy elejti a fegyverét a huszár menet közben, hanem utána tudott szépen nyúlni, esetenként újra tudta használni a lőfegyvert, és aztán újra kézbe tudta venni a saját szabjáját. Lőfegyvereket is használtak, fekete lőporos elöltöltős fegyverzetük volt a huszároknak, egy pár csapantyús vagy kovás szerkezetű pisztolya voltak ellátva, illetve egy rövid huszár karabéllyal. Ezt a legénység is használta, a tiszteknél csak a pár pisztoly volt felszerelve a nyeregnek az első kápázatára. Ugye ezek egylövetű fegyverek voltak, igen nehéz őket menet közben újra tölteni, tehát pontos lövést nem is igazából lehetett velük leadni, lévén, hogy a csövük nem volt húzagolt. Ezért arra a célra, hogy közelről távol tudják tartani, vagy esetleg egy elhibázott vágás után mégis lefegyverezzék az ellenfelet, arra tökéletesen megfelelt. Onnantól viszont, hogy elsütötték, másra nem nagyon tudták használni, legfeljebb ugye a tenkes kapitányából jól ismert technikával tudtak vele sújtani. A csapantyús fegyverek tekintetében a huszárságnak ugye egy pár pisztolyát rendelkezésre, illetve egy rövid karabély, huszárkarabély. A gyalogság viszont elég komoly lőerővel volt felszerelve, tehát egy ilyen hosszú gyalogsági puskával voltak ellátva, aminek plusz tartozéka volt a szurony, ami ugye a puskacsőre volt felerősítve, és elsősorban a lovasság ellen vetették ezt be. Ugye a huszárságnak nagyon kiképzése kapcsán meg kellett tanulnia, hogy hogyan tudja elhárítani kifejezetten ennek a fegyvernek az atakjait. Az egyesület elnöke elmondta, kevés ehhez hasonló lovas hagyományőrző egyesület működik Szabolcs-Szatmár-Berekben. Itt mindenki igazából kitüntetésnek érzi azt, hogy részese lehet egy ilyen csapatnak, de ettől függetlenül nagyon nehéz is ezt összeegyeztetni. Tehát ugye mindenkinek van családja, vannak civil munkák, amiket teljesíteni kell, és ezután jöhet úgymond a hobbi, ami hát szerintem jóval több, mint hobbi, mert ez életforma. Tehát hogyha valaki felveszi ezt az egyenruhát, akkor teljesen másképpen kezd el gondolkodni a lovas hagyományőrzésről. Tehát amit addig szépnek látott és olyan fáradtságosnak, itt megszűnik minden más egyéb dolog. Idén is megszervezi a Hulladékért Virágot akciót az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A megyeszékhelyen. A felhívás lényege, hogy szelektíven gyűjtött szemétért virágokat vagy virágföldre beváltható utalványokat ad a cég. A részletekről kérdezem a társaság igazgatóját, Eberhard Gábort. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét. Mekkora múltja van ennek az akciónak, és milyen sikerrel rendezték eddig? Több éves múltra tekint vissza ez az akció. Azt kell mondjam, hogy ennek igazság szerint egy szemléletformáló hatása van. Tehát nem kifejezetten az a hulladék mennyiség az, amiért megéri ezt csinálnunk, illetve nem is az utalvány mennyiség, amit kiosztunk ilyenkor, hanem az, hogy elgondolkoznak rajta a tisztelt lakosok, hogy bizony a hulladék akár még érték is lehet, de ha nem is nagy érték, mindenképpen jobb, hogyha szelektíven újragyűjtjük és újrahasznosítjuk, mint hogyha a vegyes hulladékként a hulladéklerakó depóniába kerül. Mekkora az érdeklődés, mi a tapasztalat itt az elmúlt évek alatt? Évről évre növekszik az érdeklődés, de azt kell mondjam, hogy néhány száz főnél jelenleg még azért nem ért el többet. Bízunk benne, hogy ugye, hogy növekszik az emberek környezettudatossága, úgy nő ennek az akciónak is a résztvevőinek a száma. Milyen típusú hulladékot várnak? Alapvetően ugye a fő cél a csomagolási hulladékok visszagyűjtése, tehát papír, műanyag, PET-palack, tetrapak, már azt mondom, ez a kombinált hulladék, illetve öblösüveg visszagyűjtése, és mindez szelektíven. Italos fémdobozok? Az is természetes, bocsánat, italos fémdobozok. Tehát minden olyan, ami a háztartásba csomagolási hulladékként keletkezik, esetleg egy nagyobb, úgymond garázsrendezés vagy lomtalanítás alkalmával előkerül, és akár nem fér a sárga kukába, azt ebbe az időszakba, hogyha behozzák hozzánk a két hulladékudvarba, akkor még azon túl, hogy komposztot, tehát virágföldet tudunk adni érte, utalványokat is adunk. Mekkora mennyiségért mi az, amit kapunk?
Itt papírból olyan 10 kilós mennyiséget várunk el, PET palacból értelemszerűen sokkal kisebbet, 3 kilós mennyiséget, üvegből is 5 kiló. Lehetőség szerint összenyomva, igen, és ezért már tudunk adni utalványokat. Ezek az utalványok leginkább nyíregyházi vállalkozásoknál váltható be. Én azt mondom, hogy egész széles palettát ölel fel, kertészkedéstől a állateleden keresztül a nyíregyházi színházig be lehet váltani ezeket az utalványokat. Tehát magyarul nem csak virágra, hanem nem csak virágra, hanem is. Utalványra. Akár nálunk is hulladékgyűjtő edény, kuka vagy zsák vásárlása esetén beszámítjuk ezeket a utalványokat. Mondjuk el, hogy hol vannak ezek a hulladékudvarok, talán nem mindenki látogatta még eddig. Az újabbik az a Kerék utca, 3 szám alatt található, ez a Tiszavasvári felüljáró alatt, kicsit trükkös a megközelítése, a Delkovics út felől lehet megközelíteni. Felé is. Igen, és ott lekanyarodva kétszer balra, hogy azt mondjam, a város felől. A mások pedig a Korányi Frigyes úton, ez a bevásárlóközpont, egyik bevásárlóközpont és a temető között található, frekventált, jól megközelíthető helyen. Jellemző az, hogy akinek egyébként elszállítják kétheti rendszerességgel a szelektív hulladékát, mégis elmegy, és egy kis utalványért cserébe. Két okból is. Egyrészt sok családban hallom, hogy kvázi a gyerekek unszolására csinálják ezt meg, hogy összegyűjtik a hulladékot, és külön kifejezetten ide hozzák be, illetve, hogy az előbb mondtam, tavasszal mindenki egy kicsit rendet rak a portáján, a különböző tárolókba, és ott kerülhet elő olyan mennyiségbe ez a hulladék, hogy nem fér bele a 240 literes gyűjtőedénybe. Megfigyelhető abban változás, akik partnerek ebben, hogy az utalványokat kiadják, hogy ezeknek a köre esetleg bővül az utóbbi években? Bővül, mindenképpen bővül. Ahogy mondtam, ugye Nyíregyháza egy 120 ezeres város, azért bőven van még hova fejlődni ezen a téren mindannyiunknak. Mi az, amit tapasztal az elmúlt években? Mennyire változik ez a bizonyos szemlélet? Ugye ezzel kezdtük, hogy ez a cél a környezetvédelem és a természetvédelem irányában. Én úgy gondolom, hogy a hulladékgazdálkodási rendszerünk, tehát a infrastruktúra, az már készen áll arra, hogy minden egyes családi háznál, minden egyes család a hulladékát szelektív módon tudja gyűjteni. Ugyanakkor az még mindig elgondolkoztató, hogy az összes keletkező hulladék mennyiségből körülbelül 10% az, amit az emberek szelektíven gyűjtenek. Én úgy gondolom, hogy ez a jövőben ez az arány mindenképp gyakorlatilag különösebb erőfeszítés nélkül növelhető lenne, semmi más nem kell hozzá, mint egy kicsit nagyobb odafigyelés. Én úgy gondolom, családi házaknál ez már jól működik, ami nehezebb, az a társasházak, a nagyobb lakótelepeknek az ilyen irányú igényeinek a kielégítése erre, de már ezt is 2 éve végezzük, hogy a társasházaknak is biztosítunk ingyenesen 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényt. Kvázi cserébe annyi elvárásunk van, hogy a közösség, a lakóközösség próbálja ezt valamilyen módon sajátjának tekinteni, ha nem is őrzött, de legalább valamilyen szinten védett helyen legyen, illetve a 2 hetente történő ki, illetve bemozgatást azt végezzék el nekünk. Mi az, amit tesz a társaság ezért a szemléletformálásért? Akár arra gondolok, hogy iskolásokat bevon akciókba, vagy ki járnak esetleg előadásokat tartani, filmeket, vagy ismeretterjesztő filmeket készítenek. Igen, ilyen tevékenységünk is van. Kétségtelen az elmúlt 2 évben ez nem nagyon volt látható, ugye a pandémiás időszak miatt nem volt kivitelezhető, de most is van egy futó projektünk, 35 általános iskolába fognak a kollégák ilyen szemléletformáló tevékenységet, játékos tevékenységet végezni. És ugye, ahogy mondtam, ez a hulladékért virágot akció is egy ilyen szemléletformáló akció. És ahogy említetted, hogy a gyerekek erre nagyon fogékonyak. Így van, sőt, a szülők irányában nyomást is tudnak gyakorolni. Ebbe az évben megrendezésre kerül majd a szelektív szombat is, ahol a nyíregyházi Kossuth téren számos játékkal, fellépővel, vidám körülmények között próbálunk mindenkit a szelektív hulladékgyűjtéssel megismertetni, illetve megbarátkoztatni. Szoktak szervezni akciókat arra, hogy a környezetben eldobált szemetet, hulladékot összeszedjék civilek segítségével nem, is? Nem kifejezetten, megmondom őszintén. Nekünk, mint hulladék közszolgáltatónak az a feladatunk, hogy a hulladékgyűjtő edényben elhelyezett hulladékot megfelelő módon kezeljük, illetve ártalmatlanítsuk. Nem is szeretném a kettőt összekeverni, tehát a illegálisan elhelyezett hulladékot, azt igenis tekintsük úgy, mint egy jogellenes cselekedet.
És én úgy gondolom, hogy sok esetben azzal, hogy ilyen önkéntes hulladékszedő akciókat szervezünk, még majd, hogy nem, illetve szerveznek az illetékesek, még majd, hogy nem arra bátorítjuk úgymond a renitenseket, hogy csak nyugodtan dobd el, úgyis jön majd valaki, aki összeszedi. Biztos, hogy nem helyes ez a mód. Itt a tavasz, beindult újra a biohulladék gyűjtése. Erről mit kell tudni? Társaságunk Nyíregyháza településen, illetve a megyében több településen is gyűjtőedényes zöld hulladék gyűjtést végez. Én javaslom mindenkinek, hogy tájékozódjon a kiosztott hulladék gyűjtési naptárban, illetve a honlapunkon, hogy melyik napokon végezzük ezt. Ebben az évben annyit tettünk meg megyeszerte, tehát a teljes közszolgáltatási területünkön, hogy tekintettel a jó időre egy héttel előrébb hoztuk a zöld hulladék gyűjtés időpontját, tehát már múlt héttől gyűjtöttük a zöld hulladékot. Amit erről tudni kell, hogy a zöld hulladékot barna színű edénybe, barna 120 literes edénybe gyűjtjük, ezt minden háztartástól, ahol ilyen edény van, heti egy alkalommal elszállítjuk. Ebben az évben tervezzük ennek a szolgáltatásnak a bővítését, mégpedig úgy, hogy a vegyes hulladékhoz hasonlóan többlet zöld hulladék gyűjtő zsákokat értékesítünk, azzal megegyező áron, tehát kvázi akinél többlet zöld hulladék keletkezik, ebben a zsákban kihelyezve azt mi elhozzuk. A barna kuka mellé lehet rakni. A barna kuka mellé kihelyezve, kétségtelenül többletdíja van, de én úgy gondolom, hogy a kötelező alapszolgáltatást, az egy hulladékgyűjtő edényt biztosítjuk, aki még e fölött szeretné ezt a szolgáltatást igénybe venni, ellenszolgáltatás esetében így annak is rendelkezésére állunk. Mi az, ami ebbe a bizonyos barna kukába, illetve a pluszban megvásárolt zsákba elhelyezhető? Ugye zöld hulladékgyűjtő edénynek nevezzük, tehát a kertben keletkező hulladékok helyezhetők el bele, lenyírt fű, apró gajak, kisebb gajak, tehát minden olyan hulladék, ami a kertben keletkező növényekből származik. Magyarul a krumpli héjat, sárkarépa héjat, azt... Még az is belekerülhet, ami semmiképpen ne kerüljön bele állati termék, ételmaradék jelen pillanatban, illetve ürülék, állati ürülék ne kerüljön bele. Ha már itt arról beszélünk, hogy mit lehet belerakni, térjünk ki még arra, hogy a szelektív gyűjtőedénybe, a sárga vagy kék kukába mi az, ami ne kerüljön bele. Így van. Tehát, ahogy az előbb elmondtam, úgy gondolom, hogy a családi házak esetében maximálisan biztosított annak a lehetősége, hogy egy szürke kukába a vegyesen keletkező hulladékot helyezze ki, az előbb említettek szerint a barna kukába a zöld hulladékot, a kertben keletkezőt, illetve a kék-sárga kukába a szelektív hulladékot, értem ezzel alatt a csomagolási papír, fém és műanyag hulladékot. Többször elmondom és hangsúlyozom, hogy csomagolási hulladékról beszélünk, tehát nem minden műanyag odavaló, ami műanyag, tehát csak a csomagolási hulladék, kartonok, zacskók, fóliák, italos dobozok, italos kartonok, illetve amit még nem szeretnénk, hogy elhelyezzenek benne a lakosok, az az üveghulladék. Tehát öblös üveget semmiképp, ugye ezt gépi válogatással válogatjuk, kifejezetten balesetveszélyes az abba belekerülő üveghulladék. Ezek szerint a háztartásokban keletkezett üveg, az inkább vigyük el egy ilyen gyűjtőszigetre, ahol kifejezetten üveghulladékot gyűjtenek. Jelen pillanatban csak a gyűjtőszigeteken gyűjtünk. Tehát ahol üveggyűjtő harang, Nyíregyháza több pontján található ilyen, ott kérjük elhelyezni. Tehát ezt a vegyes kukába sem. Lehetőség szerint ne, igen. Éberhard Gábor, köszönjük szépen a tájékoztatást. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket, amikor is vendégünk lesz többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, akivel az orosz-ukrán háborúról és annak következményeiről beszélgetünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!